Amikor feltette, vagy feltették a YouTube-ra, volt-e bármiféle nézettségi elvárása, vagy csak ki akarta próbálni, hogy mit szól hozzá a közönség? Mondjuk ez a Michael Jackson Bad című számára vonatkozik, mert a szem az volt az első, amit föltöltött. Pont Michael Jackson szülinapjának az évfordulója volt, és akkor úgy döntöttünk, hogy na jó, akkor adjunk neki egy esélyt. Úgy néz ki, ahogy kinéz, töltsük fel, és akkor nagy meglepetésre másnapra, mit tudom én, akkor volt ilyen pár ezer megosztás, akkor még előtte ilyen nem történt is. Hát, és onnantól kezdve meg ilyen tényleg elkezdték naponta a milliók megnézni, és ez elképzelhetetlen. És ez milyen volt ez az érzés, amikor azt látod, hogy millió szám gyarapszik a nézők száma, mint amikor valakinek terített állata van a lotton, vagy valami hasonló? Nem tudom mihez fogni, de nyilván jó érzés, és a jóhoz sajnos gyorsan hozzá is lehet szokni, mert utána már az embernek vannak maga felé és a világ felé ilyen elvárásai.